Most jöjjenek velünk egy kis nyárvégi kirándulásra, főleg akkor, ha nem jártak a Tisza-tó közepén mostanában. Darabos László egy kis filmet készített az önök számára, ezt láthatják most. Nyárvégi vízi kirándulásunkon most ismerkedjenek meg a tónak azzal a részével, amelyet Porosztói medencének neveznek. A tározónak ez a része egy csendesebb vízfelület, kevesebb a nagyhajó, inkább a horgászok és a természet szeretők járják. Már pár száz méter megtétele után bizonyságát látjuk ennek, hatjuk közelítenek a látogatók csónakjához barátságosan. A súlyommal borított felületén keskeny sávon haladhatunk, mindenfelől madarak, vízen és a fákon is. Kérve a tározóra, s haladunk a Csapói Tisza irányában, messziről sárgáló tündérrózsa mezőhöz érünk. Előtte és mindenhol madarakat látunk. A vízi útjelzőtáblánál fordulunk a Csapói ágra. Csapói, egykori ártéri gyümölcsösből már a három vízben kiszáradt fa maradt. Előtte a szintén kiszáradt bokron nagyszámú kormorán kompánia tanyázik. Sokkal feljebb a másik oldalon egy érdekes dologra hívja fel figyelmünket vezetünk, a hajó kapitánya Kovács Imre. Egy róka család él a Csapói szigeten, teljesen alkalmazkodva az emberekhez. A horgász vagy nézelődő jár erre, a csónak zajára előjönnek rejtekükből, és kíváncsian várják az ajándék falatokat. Barátságosan elnyúlva pihen a legbátrabb rókalány a látogatók előtt. Yeah.
Útunkat a Százöles híd irányába folytatjuk, ahol a kiálló ágakon mindenütt gémek strázsálnak. Feltűnnek Poroszló tornyai, elsőnek a legnagyobb, legújabb, az ökocentrumé, aztán szemérmesen a fák között egy másik is előtűnik. A gáton kerékpárosok serege vonul éppen, és néhány pillanatra láthatunk egy függő cínegefészket egy partmenti fűzfa ágon. Szépre vágyók nem elégednek meg ennyivel, ezért vezetőnk elmondja, a naplemente a település fekvéséből adódóan ezen a részen a legszebb. Igaza lett, késő délután visszatérve erre a helyre, mindennél szebb látvány fogadta a túrázókat. Egykori pest-debreceni országút szélén most vízi jelzőtábla áll, rajta madárül. Fontos hely lehetett azokban az időkben, és az is maradt, mint látjuk. Itt megy le a nap az égről, ha pihenni készül.